Üdvözlök mindenkit, Necroxim vagyok, jöjjön a Limbo Rework megértése, aka hogyan játszunk Limbo-val, végre behozták, már vártam, már szerettem volna csinálni egy hogyan játszunk Limbo-val videót már egy jó ideje, kértétek is nagyon sokan, hogy legyen már egy Limbo videó, és mindenkinek mondtam, hogy megvárom, amíg megcsinálják a Rework-öt, úgyhogy most végre itt van, és megint csak kértétek, hogy legyen Limbo videó, hogy lássuk, hogy hogyan működnek az új képességei, és mit kell vele csinálni. Na most, zárjuk le a lényege, a Limboból egy nagy állatot csináltak, azt kell mondjam, nagyon erős lett, és több mint valószínű, hogy most már a Limbo is beleilleszkedik abba a kis csapatba, amit úgy hívunk, hogy va erős Warframe-ek, amik soha nem akarnak elesni, mivel hogy ugye mivel nem volt túl népszerű, így aztán most nagyon népszerűvé szerették volna tenni. De most a hátrány ennek az egész dolognak az talán az, hogy annyi OP as fuck Warframe van, de tényleg mindegyik bizonyos szinten nagyon OP, de így ki tudnak emelkedni közülük, az erősek közül is még erősebbek, nem tudom, egy Inaros, egy Octavia, egy Nidus, egy Excalibur, tehát egyes Warframe-ek OP-bak, mint az OP-k között OP-bak, ha így lehet mondani, és most már egy kis odafigyeléssel ebbe az OP-ságba beletartozik Limbo is, úgyhogy a Limbo nagyon OP lett, de kifejezetten kértétek, hogy beszéljünk a képességéről és azoknak kombinációjáról, hogy az úgy világos legyen és érthető legyen, és szeretnék egy dolgot rögtön félretenni az útból, srácok, a Limbo az egyenlő ulti, jó, Limbo egyenlő ulti, push for to win, tehát nyom le az ultit, hogy nyerje. Tehát ott vagy egy defense-en, egy exterűn és egy anyám kiemére, csak nyom le a négyest, és megtörténik a csoda. Ha modolásra akarsz kiukadni, hogy ezt félretők gyorsan az útból, adjál neki sok-sok területet, minél többet. Nem kell neki erőt adni, mert az erőmódok nincsenek hatással az ultinak az erejéje, mivel az ultinak az ereje skálázódik az enemivel. Szóval adjatok neki max range-et, és ultizgassatok, és el van intézve a Limbo. De azoknak, akik egy kicsit szofisztikáltabban szeretnek belemélyülni a Limbóba, és nem csak az ulti lehetőségét látják bennem, már pedig az ulti lehetősége az igen, igen durva, szóval azért eléggé lehet vele osztani. És azt kell, hogy mondjam, hogy az ulti, amire nagyon sebez, az élet. Tehát az armorral rendelkező és magas shielddel rendelkező enemik azért ellen fognak állni, de életre kurva nagyot sebez, látni fogjátok. Nos, vágjunk is bele a lényegbe. Hogyan működnek a képességei? Elsősorban kapott egy kis extra bónusz képességet, ha lenyomod a shiftet, akkor dash-el egyet, és ezzel a dash-el ugye át tudsz menni helyből riftbe. Istenem, de hasznos képesség, Istenem, de jól jött ez a Limbónak, tehát a meneküléstől mindenhova, tehát ez tiszta, egyszerűen lenyomod egyszer a shiftet, előre dessel, és már is ott vagy a riftben, nem tudnak sebezni az enemik. Tiszta. Akkor az egyes képessége most már ugyanazt csinálja, mint régen, de csoportosan hat az enemikre, tehát egyszerűen csoportra hat, ami nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. Tehát egyszerűen az, hogy nem csak egy enemit tudsz átrakni a riftbe, hanem csoportokat, az nagyban megnöveli a Limbo hatékonyságát mindenfajta küldetésen. Főleg egy Survivoron, egy Interceptionon, tehát valahol a Limbo mondjuk nem a társéval akar trollkodni, hanem effektíven akarja végezni a dolgát a saját területén, az egyes képesség megoldja a dolgot. A kettes képesség, ami teljesen megújult, és hogy tisztán értsétek, lefagyasztja azokat az enemiket, amelyek riftben vannak, ha érthető. Tehát addig nem is engedi bekapcsolni se semmi. Riftbe teszed az enemiket, mint ahogy itt láthatjátok, és utána rájuk nyomod a kettest, és megfagyasztja őket egy helybe, és onnantól kezdve akár mennyi új enemit te beraksz a riftbe, azok automatikusan meg lesznek fagyasztva. Nem csak ők lesznek megfagyasztva, hanem a lőszered is meg lesz fagyasztva, amit lősz, az ő lőszerük meg lesz fagyasztva, amit lősz. Szóval a koncepció a következő, lenyomod az egyes, rányomod a kettest, és onnantól kezdve bárkire, aki újra rányomod az egyest, azok benn ragadnak a riftben mozdulatlanul, és neked más dolgod nincs, csak hogy lemészárold őket. Srácok, az 1-es-2-es kombináció, úristen, micsoda OP as fuck kategória ba tartozik, azt kell, hogy mondjam. Nos,
A hármas képessége nagyon, az is egyszerűen nagyon jól ki van most találva. Lenyomod az egyes, rányomod a kettes, hogy ne tudjanak sebezni, megálljanak egy helybe, és rájuk nyomod a hármast. Amit csinál a hármas, azon kívül, hogy sebez az enemire, de lényegtelen, nagyon keveset sebez, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy rányomod a hármast az enemire, és elkezded őket gyilkolászni, és az ellenfeleket, akiket megöltél, a hármas képesség átszáll azokra az enemikre, akik kívül vannak a riften, és behozza őket a riftbe, meg ugyanabba az állapotba, mint ahogy az eddigi enemik voltak a riftbe, ha ez érthető. Tehát, hogyha volt egy enemid volt a riftbe, akit te megállítottál, hogy egy helybe álljon, rányomtad a hármast, és elkezdted ölni, és meghalt, akkor a hármas képesség fogja és áthozza őket a riftbe, és ugyanabba a hatásba teszi, mint az az enem, mint azt az enemit, akit előzőleg te megöltél, és még, ha jól láttam, ráosztja a kiosztott sebzést is. Tehát valahogy így működik. Szóval azt kell mondjam, hogy egyes, kettes és hármas kombinációja nagyon jól megvan egymással, és segít a Limbónak abban, hogy gyakorlatilag magas szinteken is egy fikarcnyi sebzés nélkül megússzon mindenféle csatát. Egyszerűen durva, amit létre tud hozni. És akkor emelre még rá is lehet kapcsolni az ultit, hogyha nagyon tetszik, és bár annyira nem ajánlom, de ez a három képesség, miközben te is a Riftben mozogsz, állandóan be vannak kapcsolva, nagyon durva karakterré teszi a Limbót. És akkor csapat téren azt kell mondjam, hogy Infested és Korpusz gyilkológép, Defense gyilkológép és Defense védelem teljes mértékben az utolsó bástya, akit fel fog szedni mindenkit gyakorlatilag, mert hogyha az ultit is elkapcsolod, akkor gyakorlatilag az ultiban te kibe tudsz még járni Riftből Riftbe. Tehát még az ultiban, mikor be van kapcsolva az ulti, és te benne vagy az ulti alatt, ha egyet deselsz, Riftbe mész, és gyakorlatilag, mármint Riftbe, tehát egy másik dimenzióba mész, ahol az ellenfelek az ultiban sem tudnak téged sebezni. És ugye egy társadalmi kicsit szemfülesek, ők követni tudnak oda, mert ugye amint Riftbe mész, hagysz magad mögött egy kis kaput, ahol a társaid is utána tudnak menni, hogyha szükség van rá. Na, egyszerűen, mármint ha jól láttam, tehát ez nem biztos, de valószínűleg így van. De egyszerűen nagyon-nagyon durva lett. Tehát defense karakter, survivor karakter, a Limbo túl erős lett. Tehát ez azt kell mondjam, túl erős lett. Most már lassan várjuk az Octavia nerföt is, de mindjárt meglátjuk, hogy a Limbót is hova fogják nerfelni, mert túl erős lett egyszerűen. Az ultia fantasztikus életre és shieldre, armoros ellenfelek és Eximusok azért ellen fognak állni, már nem nagyon fogod tudni őket legyilkolni 50 pluszos szint fölött, csak a nagyon-nagyon sokszor ultizol, de nincs pánik, mert le tud őket fagyasztani az időben. Remélem, hogy érthetően tudtam elmagyarázni, hogy hogyan működnek a képességei a Limbónak, és én nagyon előszeretettel ajánlom használatra most már a Limbót. Akinek még mindig nagyon nem volt érthető, akkor úgy mondom, hogy egyes, kettes, Riftbe mész, hármas, legyilkolod őket, és folytatod. Tehát egyes, kettes, Riftbe mész, hármas, legyilkolod őket, folytatod. De valahogy így lehetne leírni a Limbo-nak a játékát mostanában. És ami a modolást illeti, a modolásomnál azért látszik teljes lustaság, hogy őszinte legyek, át kéne formázni az egész karaktert, hogyha arról van szó, de ki fogom emelni, most rögtön úgy formázod, ahogy neked jól esik, a te játék stílusod, a te limbót, te fogod ráverni minden nap, szóval én annyit tudok hozzáfűzni a modoláshoz, hogy az irányelv az úgy gondolom, hogy inkább a range kellene, hogy legyen, és egy némi idő. Kinek mennyi kényelmes az idő területén, annyit rak rá, de az irányelv azt mondom, hogy range és idő kombinációja talán lenne a legmegfelelőbb, én ezt tudnám hozzáfűzni. Ami furcsaságot láthatok, mert valószínűleg láttok a modolásomban, az a teljes lustaságnak tudható be, igazából a rage mod, ugye, hát nem tudom miért, ott van, legyen, miért ne kategória ide igazából
igazából aki szeretné, berakhatja az augment módját, a Haven-t például, és az a, illetve nem például, ez most már csak azt, mert egyszerűen az a egyik legjobb augment mód, ami neki lehet, ugye azt csinálja, hogy feltölti 25%-át, 25%-nyi életet a csapattársaknak, akik Riftben vannak, szóval oda esetleg azt, kinek mi, hogy én beraktam a Rage-et, mert hogy az passzolt gyakorlatilag ide a jelecskéhez, más nem nagyon tudtam elképzelni. Streamlam helyére esetleg, aki úgy gondolja, berakhat egy Natural Talentet, azt hiszem, hogy az nem árt neki, én úgy döntöttem, hogy Streamlam, mert miért nem, majd meglátjuk, hogyha igazán szükség lesz rá, akkor lehet, hogy váltok Natural Talentre. Még kérdéses az ügy, nem tudom. De ami a lényeg volt igazából nála az, hogy adjál neki területet és adj neki valami időt. A többi mód valamilyen szempontból lényegtelen. Úgyhogy kihoztam Max Range-et, 150%-os idő. Úgy érzékeltem, hogy nekem elég idő arra, hogy akciózzak, miközben a Riftben vagyok is, le tudjak vágni magasabb szintű enemiket is. Hogyha arról van szó, és némi effektivitás, hogy ne kerüljön annyiba, mert azért energiát zabálni fog, ezért is Energy Siphon és Zenurik iskola, és miközben a Riftben vagy, még extrán tolja neked az energiát, szóval ne legyen energiai éhsége, a Rage helyett, hát azt raktok, amit akartok igazából, de nem volt túl sok opció, úgyhogy inkább hagytam. Esetleg, ha nagyon ragaszkodsz ahhoz, hogy a hármas nagyobb sebzést osszon ki, akkor Rage helyett egy kis Intensify, de nem tudom, hogy annyit segít-e, hogy megérje egyáltalán, úgyhogy gyakorlatilag berakhattok akármit, azt hiszem, ami oda van. Ennyi lett volna a Limbo Reverse-nek a megértése, hogyan játszunk Limbóval kategória. Szóval, ha tetszett a videó, srácok, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok föl a következő videóig. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!